Simánszky visszatér. Vágyakozás. Simánszky szerepében Götz George, Tordi Géza. További magyar hangok. Bozsó Péter, Kubik Anna. Újlaki Dénes. Andrész Kati, Antal Olga. Kovács Nóra, Starenki Pál, Barabáski Zoltán. Qu'est-ce que tu fais là-haut? A legfőbb tengeri szabály, hogy sose hajó szárazon. Simánszky, mi csak az északi tengerig megyünk. Hugo. Nem tudhatjuk, mi jöhet közben, és egyszer csak Rióban vagyunk. Mi az, hogy lerakni? Déchargé. Déchargé a rekeszeket. A sört abba a teknőbe. Igen. Holnap este heringet eszünk, ha? És hallgatjuk a tengerzúgát. Akkor hiszem, ha ott leszek. Jaj, várj csak, elugrok a kocsihoz, és hozom a térképet. Jó. Atyavilág. Na? Rám ismertél? Maud. Azt hittem, most itten vagy. 6 év a rács mögött. Sok hosszú éjszaka, Simánszky. Cimbora, ha patkány az ügyész, akkor a legjobb zsaru se tehet semmit. Akkor az ember nem is rúghat labdába. Ez a te hajód? Igen. Holnap elhúzunk. Birrad akkor. Azt ígérted, megúszom önvédelemmel. Önvédelem volt? Egyértelműen önvédelem a fenébe is. Én világosan megmondtam nekik. Amúgy nem jelentkezek a zsaruknál. Totál elszúrtam bele az életemet. Nem rajtam múlt, öregem. Most próbálom megmagyarázni, de hát... A sitten úgy látom, elsötétült a búrád, igaz? Ez meg mi? Csak egy kis karcolás. Cimbora, ez... Fejbe csaptak hátulról. Jó helyen kötötték ki. Nekem is volt ilyen hajóm, a kicsikémmel. Az északi mólónál. Azon töltöttük az utolsó éjszakát. Azért jöttél, hogy ezt elmeséld, vagy csak be akarod verni a képemet? Sehol se találom az Olgát. Már nem lakik ott, ahol régen. Olga, ki az az Olga? 6 év. Elég hosszú idő lehet egy lánynak. Ugyan egy csaj se vár 6 évig egy srácra, nem úgy vannak teremtmények. Tudod, mit mondok? Amíg meg nem tanulnak állva pisilni, jobban teszed, ha nem kerülsz az útjukba. Mondom, hogy baj van a búráddal, api. Erőszakkal nálam nem mész semmire. Ne mondj ilyeneket Olgáról. Ki tudod deríteni, hová tűnt Simánszky? Miért nem keresed meg te? Mert engem is keresnek. Ki keres? A zsaruk. Gyilkosságot akarnak rám verni. Ugye csak hülyéskedsz. Most kerültél szabadlábra, és azt akarod mondani, hogy megint nyakig vagy a pálcban? Válaszolj. Megkeresed Olgát, vagy sem? Hát én nem vagyok vörös kereszt, hogy nőket keressek. Egy frászt. Na igen. Azt hittem, van egy barátom, pedig csak egy. Szép helyen kötöttél ki. Fényképezte Axel Block. Hol voltál ilyen sokáig? Csak találkoztam egy németországi haverral. Miféle haverral? Egy régivel. A sitről szabadult és a nőjét keres, és hármat találgathatsz. Kit kértek, hogy segítsen? És ez mit jelent számunkra? Számunkra semmit. Neki meg azt jelenti, hogy egyedül keresheti a nőjét. Zene Günther Illi. Thank you.
írta Hans-Jörg Thorn. Rendezte Hajó Gíz. Simi, hogy néz ki a cipőd? Mikor pucoltad utoljára? Ez még hagyjam, de úgy néz ki, hogy azt hiszem csütörtököt mondott a nőjénél. Ha ugyan egyáltalán van még neki olyan. Játszik ő a legalsó osztályban, de a góllövést már átengedi másnak. Milyen Simanski, elment az eszed? Ez az ink vadonatúj milánói import. Vidd a pucerába és vágd le a gombjait, mert megkarcolódnak. Valahogy nem tetszel ma nekem. Csak egy apró kérésem lenne, ugye rám bízza Mamut Schulz ügyét. Nem hallottam, hogy kopogott Simanski úr. Ügyésznő, ezt az inget, ezt ki kell fizesse. Írja a többihez, Krieger. Hozzak erősítést? Csukja be az ajtót, ha lehet kívülről. Na, most megismerhetted kicsit formabontó módon a legrosszabb hírű főfelügyelőnket, Horst Simanskit. Elsősorban akkor vetjük be, ha a nyomozás során erdőt kell letarolni, vagy földrengést előidézni. És ki ez a hölgyike? Vele járt cukiba? Ha ráérek, majd nevetek. Nem úgy néz ki, mint akinek humora lenne. A férjem politikus. Az az erőssége, hogyha fogalma sincs valamiről, széles mosollyal tudja leplezni. Mellette az ember sajátosan fogja fel a humort. Csak telefonálj, ha van még kérdésed, Julia. Várjon az ajtó. Eva Marsfeld. A pénzügyminiszterünk felesége. A férje az előrejelzések szerint 2 hét múlva tartományi miniszterelnök lesz, és biztosan zároltatja a havi csekjeit. Na és mi megegyezhetünk Mamut Schulzról? Először is, Mamut Schulz alaposan gyanúsítható. Egy ingatlan közvetítő meggyilkolásával. Másodszor, tisztában vagyok azzal, hogy baráti kapcsolatban áll a gyanúsítottal, és ezt kénytelen vagyok figyelembe venni. Harmadszor, menjen a fészkes fenébe az irodámból. Na látja, ez tiszta beszéd, pont ilyennek szeretem magát, hogy nem kertel. Akkor odébb állok egy ajtóval. Lefelé? Igen. Miért akartam minden áron megkapni azt az ügyet? Csak azért, mert a feltételezett gyilkos egy régió ismerősem. Nekem pedig az áldozat volt régi, kedves ismerősem. Miért csinálta? Azt akarja, hogy megnyomjam a vészjelzőt? Nem olyannak látszik, aki könnyen ideges lesz. Az egyetlen, ami idegesít, a maga rémes sörszaga. Az embernek megvan ugye a személyes aurája. Tehát ki volt az áldozat? Gerald Bates, neves ingatlan ügynök. És emiatt járt az ügyésznőnél? A férjem meg én megbíztuk Geraldot, hogy szerezzen nekünk egy szép vikendházat. Kellemetlen lenne, ha a nyomozás során napvilágra kerülne ez a tény. És mi a kellemetlen ebben? Hogy néha a pénz eredete nem olyan patyolattiszta, mint lennie kellene. És ez gyonta meg Schaefernek? Kedves uram, én szeretném megszabni, hogy kinek mit, mikor gyónok meg, és mit nem. Jöjjenek. Köszöntöm körünkben azt a rendőrtisztet, akit az európai tapasztalatcsere keretében megbíztak a nyomozás vezetésével. Hans Csipendél. Csipendél. Köszönöm, ügyész. Remélem, hogy az én tapasztalatom... Felügyelő úr, igaz, hogy önt Bates ingatlan ügynök meggyilkolásának ugye miatt hozták ide? Többek között. A tettel gyanúsított Mamut Schulzot egyszer már elítélték emberölés miatt, és csak 3 napja jött ki a... Mi fegyház? Igen, a fegyházból.
Ó. Oh. Miért hoztak egy hollandot ide? Az itteni rendőrség nem elég rátermett? Pontosan. Dehogy. A helyi rendőrség nagyon is rátermett. Csak hát Európa mind jobban összenő, és a tréfás Csippendél főfelügyelő vezetett néhány éve egy nyomozást, amely kapcsolódik a jelenlegihez. Igen, valóban, valóban. Én vezettem a nyomozást akkor Mamut Schulz ügyében. Közösen Horst Szymanskyval és Christian Tanner. Miért éppen önt hívták Hollandiából? Erre éppen most felelt. Öregem, hagyd ezt a kérdés-felelet játékot. Ismered a sajtót, szarakodnak mindenen. Bocsásson meg, Szymanszky úr. Nem bocsátok meg semmit. A csoportképpel várhatok. Gyere! Kifelé! Mélységesen fel vagyok áborodva. Öreg, de jó, hogy újra láthatlak. Mit csinálsz? Kiegészíted a nyugdíjadat? Na és te? Bírod még az angok házát? Nyeled még a sör? Ami belefér. Megárt. Remélem, nem hiszed komolyan, amit az előbb mondtál. Úgy értem, hogy Mamut soha nem ölne embert, előbb nyírnák ki önmagát. Te, hogy is hívta a Tanner mindig? Szelidóriásnak. Vagy szívű elefántnak. Igen, vagy szívű elefántnak, igen. Igen, akkor mégis megölt valakit. Az önvédelem volt, az önvédelem klasszikus esete. Te ugyanúgy tudod, mint én. Az ügyész húzta rá a vizes lepedőt, mert egy patkány volt. Igen, de miért? Miért véded így ezt a Mamut Schulzot? Talán csak elástatok egy hullát a pincében? Ugyan menj, csak jó orrom van, nagyon jó orrom, érted? És azt csukja, hogy ez a srác nem gyilkos fajta. Mi az, hogy hullát ástunk el a pincében? Hansen, hey! Segíts nekem, jó? Az elefánt soha nem felejt. És nekem meg kell tudnom, mit nem felejtett el ez a Schulz. Hansen, ha így van, akkor én segíthetek neked, oké? Nem. Csak úgy ott hagyja a sajtófogadást. Van egy perc ideje számomra, kedves főügyész asszony. Nem érek rá. Miről van szó? Csak egy kis csevegés a jövendő közös munkánkról. Erről nem tudok semmit. Bocsánat, mert nem kell. Pedig jobb lenne, ha szállnánk egy kis időt egymásra. Jót tenne a karrierjének. Megmondom, mi van benne. Thomas Hunger 27 éves speciális bűnügyi kiképzés. Számos kitüntetés, stb. Különleges egységek vezetése, stb. Pár tucat sikeres akció, stb. Ki maga az új James Bond? Nem. Gyorsabb, keményebb, jobb. És nem vagyok meleg. Pompás. És most menjen a magánszámával az első kabaréba, és ott adja elő újra. Hunger vagyok. Arra gondoltam, mondhatna néhány szót Schäfer főügyésznőnek. Igen. Schäfer. Jó napot. Igen. Igen, hát hogyne. Nincs semmi akadálya. Viszontlátás. Az első munkám, hogy megtaláljam Mamut Schulzot. Éppen ma bíztam meg valakit Mamut Schulz ügyével, de hát... Mi köze volt Mamutnak az ingatlan ügynökhöz? Nem találom az összefüggést. Még én sem. Gyere. A ház gondnoka látta, hogy Mamut ebből az irodából rohadt ki. Itt dördült el az első lövés. A párnán keresztül. És ott a második. Hiányzik egy fénykép. Jegyzőkönyve vettél? Én is rendőr vagyok. Képzeld el. A földön heverő golfütőn vérnyomot találtunk, Mamutét. Két golyóval a hasában nem csapkodt golfütővel senki. És mi történt az üvegasztallal? Arra esett rá a pasas. Melyik pasas esett rá? Mamut. Vagy Bates. Egyértelmű válasz. Te meggyomrosodtál? Te ezt látod? Szemüveg nélkül? Tessék! Mamut elvitt innen 5000 márkát. Mamut rablógyilkos? Őt sosem érdekelte a pénz. Ezért azt az 5000 márkát azonnal el is dobta. Mit csinált? Ellopta a pénzt, aztán eldobta? A folyosón. Igen, de hol a tett indíték? Hát, ez jó kérdés. Igen, de nincs rá válasz. Figyelj csak!
Honnan tudsz erről a mamut ügyről? Nekem azt mondták, Belgiumban voltál. Honnan, hogy tegnap este nálam járt, pontosabban éjjel. Ezt csak most mondod? Hol van? Fogalmam sincs, eltűnt a ködben. Hanszem, várj! Kérlek, tégy meg még valamit a kedvemért. Halaszd el egy kicsit a körözést. Megkergültél, nem tehetem meg. Hanszem, ki tehetné meg, ha nem te? Horst, te nem vagy benne az ügyben. Komoly bajba kerülhetek. Kérlek, adj még egy kis időt. Szállítom neked a bűnösöket, ezüstálcán tálalom őket. Egy pillanat. Emlékezz csak, kértem én tőled valaha szívességet? Ez egyszer. Hát behúzott farokkal Hollandiában is karriert csinálok. Bocsásson meg. Simi, sok időt nem kapsz. Mennyit? 2 napot. Bocsásson meg, ha valaki abba az irodaházba megy, akkor biztosan csak itt parkolhat, ugye? Persze, az utcáról elszállítják a kocsit. Értem. És lehet tudni, hogy tegnap reggel kihajtott be a házba? Na, 24 órás videófigyelés. És megvan még a szalag? Nincs. A zsarukhoz menj, ha érdekel, haver. Na igen, persze. A zsaruk se hülyék. Ez nem lehet igaz. Az Isten fáját. Nem vagy már a régi Old Shatterhand? Tehetsz egy. De előbb meséld el, ki vagy te kis szarkeverő. A rémálmod vagyok. Az új gyomorfekélyed, a te kis szörnyeteged. Nyugodtan szólíthatsz Django-nak. Nyugi, Django, jól van, csak homályosíts fel. A Mamut Schulz ügy az enyém. És a fülembe jutott, hogy az én szarvas gombámat akarod kitúrni. Ó, Istenem, egy kis pités zsaru. Nagy ívben kerüld el az én ügyemet, komprende, szenyor? Nem elég, hogy serejtes belül a búrát. Hát nem még, serfe is vagy. Gyere! Hé, tegyél már le! Mi ez a hülyeség? Rögtön! Ne csináld! Ne! Látod, Django-val ez nem esett volna meg. Húzd fel! Tartományi zsaró. A francba! Hunger. Thomas Hunger. Szemét! Hé, a mobilod! Húzd fel! Cseng a mobilod! Húzd fel! Na. Tessék, mi van? Menjenek be és hozzák ki. Igen. Mamut 2 járőröző zsarukarjába szaladt a raktárcsarnokoknál. Gyerünk, Django, talpra, sarkantyúzd a lovadat. Nesze. Aki ellenségét ismeri, önmagát is ismeri. Kínai mondás. Ha egész nap ristennék, én is ilyen aranyat köpnék. Csak ez hiányzott. Csap rá erősen a zárra! Honnan tudtad egyáltalán, hogy itt vagyok? Nincs áramom, kikapcsolták. Persze, tudom, hogy van ez. Kösz. Miért nem mondtad el, hogy ott jártál Bejcnél? Az ingatlan ügynöknél. Amikor oda mentem, már halott volt. Az ajtó csak behajtva.
Oda mentem az üvegasztalhoz, aztán föléje hajoltam. És pang, kaptam egy nagyot a fejemre. Mit kerestél annál a pasasnál? Meg akartam tudni, hol van Olga. Micsoda? Bejc tudta, hogy hol van? Tudta, hát ő adta el a pingvint, és a pénzt odaadta Olgának. Aha. És most mit akarsz csinálni? Megkeresem Olgát. Aha. Na, engem kérdezem, a te Olgád a Karib-tengeren van, és elveri, mit tudom én, kivel a kocsma árát. Olga ott járt. Hol járt Olga? Ott járt a meggyilkott Bejcnél. Honnan veszed, hogy ott volt? Mindig volt egy olyan levél gyufanála, és azt hajtogatta. Úgy nézett ki, mint egy kis házikó. Egy olyat láttam a hamutartóban. Emiatt hajoltam fölője, és akkor kaptam egy nagyot a fejemre. Hát, ha fejbe vágnak egy golfütővel, akkor sok kis házikót látsz. Medülisztél! Érzem, hogy baj van, Simanszky. Ja, hagyd abba! Hagyd már abba, mamut, bedilisztél! A végén letéped a búrámat. Te vagy nagy bajban, óriás, nem ő. Ha Olga tényleg a tett helyen járt, akkor ő az egyetlen, aki tisztázhat téged. Remélem, érted? Azt kérdeztem, érted-e? Igen. Egy perc, és visszajövök. Evald! Zárva vagyok, gyere vissza holnap. Evald! Hagyja! Á, Simanszky! Hát visszalátogattál. Kérhetek valamire? Hé! Ki jöhetsz, gyere! Cimbora, ha egy percet késel, nem kaptam volna tovább levegőt. Ez itt Evald, ez Mamut. Szevasz! Nagy malacod van, hogy ismerhetsék mit, mert másnak ezt nem tettem volna meg. Na fiú, szereztem egy szép lakosztályt a Riviera közepén. A Trudy és Rozi ágyát kapod meg, amilyen szerencséd van. Itt senki se fog keresni, de ígérd meg, hogy az orrodat sem dugod ki. Megígéred? Meg. Nem hallom. Megígérem. Rozi, Trudy, gyertek! Egy ideig másé lesz az ágyatok. Tinés! Hoppá! Nincs mit. Gyere csak, gyere gyorsan. Jó van. Kibírod egy-két napig. Jó van. Utána tiéd a kádam. De menj. Simanszky, elhozod, ugye? Elhozom neked. Na menj. Jó van. Menj már. Vak vagy? Bocsánat. Ez a hely volt az előtt a pingvin? Ez hát. Van Marshall? Jöjjön vissza délben. 20 világos és 10 barna. A kapard ide az autogramoda. Annak a nőjét keresem, aki ez a csehó volt régen. Két teljes évem ráment, hogy ezt a strici bandát kiutálja minden. Egyiküket se ismerem már. Egy Olga nevű nőt se ismer? A főnökömet kéne kérdezned. Ő aztán regélhet róla. Miről? Arról a csajról. De engem ne kérdezz. Akkor még csak rekeszeket rámoltam. Szerencse felít a nagy keresmény. Na ne szórakozz! Rendben van, hogy lásd, kivel van dolgod, 100 rek, ezt még a régi áron adok, jó? De a többit már 10%-kal többért. Rendben van, akkor átkapcsolok Connyhoz. A lebonyolítás már ő intézi. Szevasz, Carl. Olgát keresi, igaz? A mindenit gyorsít a hírszolgálat. Igen, Bernd azonnal felhívott. Maga kicsoda?
Bocsánat, uram, a nevem Simánszki, régi barátja vagyok Olgának, és örülnék, ha viszont láthatnám. Ha sikerül megtalálnia, adját neki az üdvözletemet. Na, kapjon le! De az alkalmazottja az előbb, az a sörszállító, azt mondta, hogy maga tud Olgáról. Na, figyelj ide! Én boldog házasságban élek, világos? Ne. És most állj ki a kocsiddal az udvaromról! Igen! Egon! Hajtsd be a dízellel, nyomás! Olga kedvéért. Erről az egészről lemondtam volna. Világos? Lején, szemreben is nélkül, érted? No. Ah. 29. Kapcsolatban van még vele? Odaadtam volna érte ezt az egészet. Igazán? A passasát éppen akkor csukták le. Igen, és? És ő... Ő egy darabig még egyedül vezette tovább a pingvint. Én szerettem volna, ha velem marad. De aztán sajnos semmi se lett belőle. És van róla fogalma, hol lehet? Aztán pár hét múlva váratlanul eladta a kocsmát. Lehet, hogy a régi szakmájába ment vissza. Milyen szakmába? Hogy milyen szakmába? Édenész. Ő volt a legszexibb nő, akit valaha is láttam. Tessék. Igazi sztár volt a szakmában. Aha, tehát ez itt Olga. Nem csoda, hogy azok a pornócsinálók ott Villeneuve-ben tülekedtek érte, mielőtt Mamut kocsmát vett neki. Szóval pornósztár volt. Szinte hihetetlen. Studio de Lux Villeneuve. Elvihetem ezt? Csak a borítóját egy időre. Na persze. Csak aztán majd hozd vissza. Nagyon kedves emlék. Itthon van Marsfeld asszony? Sajnálom, Marsfeld asszony nem ér rá. Csak annyit mondjon neki, hogy kint van Simánszki és megázik. Hurrá, hurrá, a bajon zsaru lesz úrrá. Hé, mi a fenét akarsz még te is? Csak két kérdést teszek fel. Az első, hogyan lehet ilyen hájasra hízni egy ilyen rövid élet során? Csak, majd adok én neked hájat. És a második? Mit akart az előbb itt az a gnóm? Simánszki úr! Tessék! Köszönöm, Albert, most elmehet. Miután ajtós torontott a házba, nem hittem volna, hogy Júlia visszaveszi a szolgálatba, de egy civil biztosan nem éri fel ésszel a szakmájukat. Schaefer nem is tudja, hogy itt vagyok. Ez egyéni kezdeményezés. Ezek szerint magánemberként van itt. Magánemberként. Azt mondta nekem, hogy Bejc régi ismerőse volt. Igen. Esetleg megkínálhatom egy itallal? Köszönöm, nem. Van söröm a kocsiban. A kedvesség tökéletes hiánya is hozzátartozik az aurájához. Vagy talán tévednék? Nem. Azt is mondta, hogy nem sokkal a halála előtt ott járt nála. Bejc lakásán. Nem említett magának valami Olgát? Újabban Gerald nő ügyei is érdeklik. Nem érdekelnek, csak tudja... Ne értse félre, de egy ember gyilkosságért köröznek, és szerintem az az ember ártatlan. Gerald valóban említett egy Olgát nem olyan régen. De azt mondta, hogy a lány valahol Franciaországban van. Igen? Lehet, hogy Villeneuve-ben? Ne haragudjon, hogy az előbb egy kicsit goromba voltam magához. Csak azért... Igen, igen, tudom. Azért, mert zavarja a sörszagom. De azt hittem, hogy itt nem lehet érezni ebben a pálmaházban. Nem azért. A férjem fontos lépés előtt áll a politikai pályán. És bizonyára ártana neki, ha belekeveredne egy gyilkosság körüli nyomozásba. Simánszki.
A kutya fáját. Maga épp olyan, mint újkorában. Igen. Ezek szerint volt már szerencsénk egymáshoz, uram. Sejtettem, hogy nem emlékszik rám. Akkoriban még teljesen zöldfülű voltam a pártban. De ön vezette akkor a városi elnökünk Médebach elleni nyomozást a korrupciós ügyben. Persze, Médebach, emlékszem már. De eltűnt a sügyeztet. Igen, éppen erről van szó. Ha szigorúan vesszük, ezzel nyílt meg az út előttem a politikai pályán. Hát akkor ezért Simanszky úrnak is... Hálás lehetek érte? Igen, igen. Igazi fene gyerek volt már akkor is, ugye Simanszky? Kár, hogy kirúgták a rendőrségtől. Hol van már a tavalyi hó? Elvégre, vagy megint... Értsük meg jól egymást. Csak egy telefon, és arról is beszámolnak nekem, hogy milyen alsónadrágot visel. Jó lesz, ha vigyázz magára. Igen, értem. Ügyésznő, ügyésznő. Néhány csúnya dolgot hallottam magáról. Mit akar itt? Igaz az, hogy Simanszky urat többször is rászabadította jogilag kétes megbízatásokkal a világra? Maga csak tudja. De jobb, ha vigyáz. Nincs olyan kéz, amelyik örökké védi az embert. Sok víz lefolyik még addig a Jangtsén, mondják Kínában. És addig még biztosan fellendítjük mi ketten ezt a műintézetet. Na és hogy áll a Schulz-féle nyomozással? Simanszky tudja, hol van Mamut. De a maga díszpéldánya most éppen Mamut volt nőjét hajkurásza, hogy egy kis család egyesítést hajtson végre. Amint megtalálja és Mamuthoz viszi, elcsípjük őket. Schäfer. Simanszky, magát felfüggesztették, én nem akarom, hogy... Igen, felfüggesztettek, de talán megtehetné, amire kérem. Küldje vissza a nyombiztosítókat Bejc lakására. Talán a pár szőke hosszú hajszálat a szőnyegen. Egy nőjét, mit tudom én mondjuk. Mondjuk 30 évesét. Tessék? Azért csinálom, mert azt hiszem, hogy ártatlan. Na, micsoda hülye kérdés. Tessék, merci. Dupin? Merci. Nem mondta, mire készül. Maga is hallotta. Éppen úton van Villeneuve-be. Ezt a stúdiót keresem, hol van? Attention. Là-bas. Oui, oui. Merci. Szálő! Keszküvőbölé? Ki érti, amit mondok? Én. Segítetek? Pár évvel ezelőtt ebben a stúdióban forgatták ezt a pornófilmet, és azt talán keresem, aki a borítóján van. Rendőrki? De hogy Isten őriz, egy régi barátja vagyok, vagyis voltam.
Na és most szeretném viszont látni. Régi vacca. Ez ma már nem piacképes. A néző akar ma fantasy. Igen. Mit csináltok itt? Spring-szexet? Nem akar állni kamera elé? Úgy látom még stram férfi. Nem, Isten őriz, nem. A látszott csal, barátom, ez az egész csak lötyet hús. Claude, Villa, ismerek valakit, aki gyűjtsok ilyen régi vacakot. Konyi, tülesőzz le? Olga. Mi? Olga Dönöv. Ez igaz, Olgának hívják. Tudod, hogy hol van? Van archívumom Hazánban és abban címe. Megmondhatom magának, hol lakik. Akkor gyere, és mutasd meg a címet. Zsvien Danzenőr. No, Dan Dömiről. És akar venni filmet? Persze, veszek filmet is. Az ott. Az az üzletegyém. Voilà, c'est l'appartement de ma mère. Mi? Itt az anyám lakása. Itt is lakik? Nem, ő már aludt régen. Aha. Szép lakás. Igen. Készül, amit inni? Nem, kösz, most nem. Tényleg nincs régi pornófilme dolgáról? Te valamikor együtt dolgoztál vele? Igen. Csinos volt, igaz? Nincs filmem már, nincs. Volt túl régen. Olga, igen. Volt egy gyöngyszem. Nem, mint ezek olcsó lányok ma keletről. Neki volt stíl. Mondd csak, nem Olga címét akartad megadni? De igen. De... Várj, ne azt. Érek szekvédi. Haj, de ezek csak gyerekpornók. Igazán? Na gyere, ha gyere, mi lesz? Adok. Meg végre a címet, ülj csak le. Igen, igen, adok, gyere. Tessék, itt egy darab papír, itt meg egy ceruza. Gyerünk itt fel, na gyere. Várj. Oké. Mocsokád az egész. Ne nyújj hozzá! Ne nyújj hozzá! Ez nekem privát gyűjtemény! Thank you.
Hé, cimbora! Figyelj, lakik itt egy Olga. Koma? Olga! Olga? Oui? Allez! Elle est là? Attendez-moi! Olga! Allez! Allez, attendez-moi! Horst Simanski vagyok. És Mamuttól jövök. Mamuttól? Nincs már kapcsolatom Mamuttal. De ő azt mondja, hogy két napja Németországban volt. Én? Képtelenség. Nem mentem el. Kérdezze meg a gyerekeket. Most pedig dolgoznom kell. Mamutat körözik. Igen. Gyilkosságért. Gyilkosságért? Mamutot? Nem tudom elképzelni, hogy ezt elhiszi róla. Én sem hiszem el, természetesen nem. Az van, hogy ő bízott meg, hogy keressem meg, jobban mondva, találjam meg magát. Jelentse, hogy megtalált. Allez les enfants, allez, allez, montez de le bus. Várjon egy kicsit, egy percig kérem. Mit akar volt a képen? Elvinni magát Németországba. Maga rendőr? Igen, régebben az voltam. Régebben? Én is más voltam régebben, de annak már sok éve. Azt szeretném, ha beszélne vele. Egyetlen egyszer, nem akarok mást. Végeztem már Mamuttal. Már mondtam. Ha csak egyszer beszél vele, rávehetem, hogy feladja magát, és akkor tisztázhatom a gyanú alul. Maga rosszul hal? Azt mondtam, hogy nem. Hát nem érti, hogy nagy bajba került maga miatt? Nem az én gondom, ha Mamut bajt csinál. Adja át neki, amit üzenek. Nekem édes mindegy, mi történt vele. Fő, hogy felejtsen el. Allez, Robert. Folytassa, felteszek két rövid kérdést. Itt volt Olga végig, vagy elutazott közben? Nem elment. Na, neki van sok munka gyerekekkel. Aha. És volt neki valamikor valami kellemetlensége a múltja miatt? Múltja miatt? Mit akarsz te tőle? Ez hosszú történet. Egy régi cimborám Németországból szeretné viszont látni, ő kért meg, hogy keresse. Igen. Értem már. És a cimbora akarja élni az életét egy francia óvónővel, igaz? Vagy mi a többi történet? Nagyon egyszerű a folytatása, figyelj ide. Minden szétnőnek van múltja. Engem meg az ő múltja érdekel. Képzőművészetet tanult, akart nagy festőnő lenni, ha? Aztán örökséget adtak rá, érted? És abból az örökségből vette ezt az óvodát, igaz? Család. Az egész pénzet fektette bele. A gyerekek szeretik őt nagyon. És most kérlek, menj fenébe. Szívesen. Egy pillanat. Hová ment Olga a busszal? Lelépsz! Törölközik, vagy elviszem ezt a videót az óvodájába. Elismerem, hogy egy kicsit megváltozott, de azért egy bárszülő magára ismerne. Ne gyerünk, öltözzön fel. Jó, rendben van, menjünk ki. Ez okos beszéd. Miért jött a nyakamra? Miért nem hagy békén? Örömet telik abban, hogy a mocsokban vájkál. Fisimo aloka. Thank you.
hagyjon békén! Hagyjon! Tegyen le azonnal! Tegyen már le maga, disznó! Szaló! Jelent ez az egész? Mondja meg maga. Ki akarja, hogy ne találjam meg? Ki küld ránk két bérgyilkost? Fogalmam sincs róla. Maga tehet az egészről. Mostanáig rendben volt az életem. Dehogy volt rendben. Legfeljebb akkor, amikor együtt élt Mamuttal. Jó, vegyem fel valamit. Tessék, ez legalább száraz. Na, van magának abból, hogy Németországba visz. Mennyit kap értem Mamuttól? Vagy csak melegen kezet szorítanak és elintézik egy baráti köszönömmel? Hagyjuk ezt, kisanyám. Ezt maga úgysem érti. Férfi barátság. El se tudja képzelni, mennyire hányok tőle. Csak egyet nem értek. Miért nem adott legalább egyszer életjelt Mamutnak? Nem könnyű új életet kezdeni. El akartam felejteni a múltat. Nem törődve azzal, hogy szegény srácnak kitépi a szívét. Nem törődtem a saját szívemmel se. Hogy látszik, jól megvan szív nélkül is. Találtam a szobájában. Igen, bocsásson meg, jártam a lakásán. Tehát találtam egy borítékot és benne egy papírgyűrűt. Olyat, amiben pénzt küldtek magának Düsseldorfból. Pénzt küldtek? Na és? Mondja csak, mi köze magának Bejchez? Igaza van Mamutnak, hogy maga Németországban járt. Maga megőrült. Miért olyan fontos maga, hogy két gengsztert küldenek utána? Azt hiszem, lassan megeredhetne a nyelve. Nincs már túl sok idő. Tehát mit tud? Soha nem vágyakozott még valamire, úgyhogy nem is tudta, mi az. Mióta csak az eszemet tudom. Nem álmodott arról, hogy egyszerű hétköznapi életet él. Ha megesküszik, hogy ez az egész ügyhöz semmi köze, személyesen viszem vissza. Reggel visszatér a lyukba, mondják Kínában. De jóságos ég, Django. Hogy találtál meg? Annyira ostoba nem vagy, hogy egyenesen Mamuthoz vezess, úgyhogy filóztam egy kicsit, melyik kikötőbe hajózol először. El tudod hinni, hogy ez a csinos teremtés kamerák előtt szeretkezett férfiakkal? Ugye segít? Kérem, szabadítson ki. Na jó, beszélj világosan. Az ügyésznőhöz viszel, vagy hova? Nem, ez nagyon rossz ötlet. A kecskét sem úgy szokták kikötni, hogy a tigris egyből észrevegye a csapdát. Megőrítesz ezekkel a hülye hasonlataiddal, elegem van már, fogd be végre a szád! Kérem, segítsen! Erőszakkal hurcolt el magával. Ne aggódjon, kedves Olga. Mostantól kezdve itt csak én alkalmazok erőszakot. Ismereket szép van, szóta belvár.
Pontosan 2 órát van, hogy mamutot idehoz neked. Különben gondom lesz rá, hogy az óriás soha többé ne lássa az ő kicsikéjét. Egyet megígérhetek. Ha ennek vége lesz, mi még viszont látjuk egymást. Ez most házassági ajánlat? Na, üljön le, vagy feküdjön le. Ahogy kényelmesed. Csak le ne vetkőzzön, mert ahhoz túl szégyenlős vagyok. Én pedig beszólok a pizza futárnak, hogy megérkeztünk. Értesítették? Arról, hogy mik a tervei a vasöklű Simánszkinak. Halló, igen, egy rendelést szeretnék leadni. 2 adag, 2 adag... Várjon! Olga, csak nyugi, helyes? Tessék, vegy el. Ha 12 óránál hamarabb átvágja a láncot, nyer egy üveg besgőt. Tessék! Meg kell javítanom a zuhanyt! Töröld meg a lábad, mielőtt bejössz, kis öreg. És mondd meg Simánszkinak, hogy ha legközelebb küld valakit, legalább egy gumikardot adjon vele, vagy még jobb lenne, ha egy vízi pisztolyt adna. Így. És most vissza az amatőr ligába. Hansen! Hansen! A kedvemért tarts távol tőlem ezt a tetőhungert, rendben van? Nem tehetem, Horst. Nagyon fentről küldték. Mi az, hogy fentről? Mit jelent az, hogy nagyon fentről? Eh? Azelőtt mi döntöttük el, hogy ki van fent és ki van lent? Mi a... Na jó, rendben van. Ha hasznos lehet az ügynek, jó, akkor rendben. Az ügynek az hasznos, hogy a Bejc irodával szemben van egy parkolóház, és abban a házban... Igen, videókamera rendszer van, én is tudok róla, de mire odahajtottam, a kazettát már lefoglalták. Az ügyésznő. Mi? Hogy az ügyésznő? Ellopta. De ez... És most találgass. A büntet idején kiparkolt ott a kocsijával. Nincs kedvem találgatni. Eleget találgattam már az ügyben. Szuperál. Ez a vacak. Hansen? Hogy mi? Aha. Igen, köszönöm. Igaz, hogy a mamut barátnőjét egy panzióban helyezted el? Igen. Én nem tudom, kérem. Annyi vendégünk van, sok az úr jött. És a lövése hallotta? Nem. Miért nem akadályoztad meg? Senki sem tudta, hogy itt vagyunk. Azt hittem, hogy ez biztos hely. Hagyj békén! Csak te tudtad. Csak te. Mit akarsz ezzel mondani? Azt, hogy valakit a nyomunkra vezettél. Hogy nem tudtad befogni a lepcsesszádat. Bocsánat, szabad lesz? Tudod, mi vagy te? Egy nyavajás kis tetű, sose fogod megérteni, hogy a munkánk szart se ér becsület meg szenvedély nélkül. És most jól nyisd ki a füled. Ha a sameszaidat utána mered küldeni, esküszöm, kitöröm a nyakad. Szóltál ide, hogy már visszajöttél. Nyugi, Simi, semmi gond. Hallod, Simi? Várj, hova rohansz? Mi hárman frankon vigyáztunk a haverunkra. Nincs vele semmi gond. Képzel csak el. Ugyanazt a sört szereti, amit mi. Igen, tudom, megint túl sokat jár a szám. Megértettem.
Trudy, Rosie. Utazunk a Karib-tengerre. Heverünk a fővegyen a napon. Szevasz, óriás. Simánszki. Senki se gyorsabb nálad. Kész belőle? Kutyakaja, a Trudié és Rosié. A szaga egy kicsit furcsa, de egész jó ízű. Nem, köszönöm, nem vagyok éhes. Az előbb kajáltam. Gyere, ülj le. Ülj le. Megtalálta a dolgát, mi? Tudtam én ki a szakember. Figyelj, óriás. Oda néz, ha? Szép csokor. Eváddal hozottam délelőtt. Na, nyög ki végre. Nem vág túl gyorsan az eszem, de tök hülye nem vagyok. Olga meghalt. Láttam rajtad, ahogy az ajtóban álltál. Megtaláltam Franciaországban, elhoztam ide, és aztán lelőtte valaki. Egy panzióban lőtték le. Úgy 2 órája. Két órája? Igen. Simánszki, engem nem tudsz átverni. Hogy nem tudtad megvédeni? Ha? Milyen volt? Hogy élt oda hát Simánszki? Kedves. Igen, nagyon kedves lány volt, de sajnos alig ismertem. Ki lőtte le? Nem tudom, ki volt, ne is kérdezd. Nem tudom, ki tette. Pontosan megvizsgáltatok. Bőrrészecskék, haj és szövet szálak. Kerítsétek be az épületet! Nem egyezik egyik se. Fenében. Túl szép lett volna a fejön. Oké, fiúk, kihozzuk az olból a kutyuskát. Kifedezzek! Senki! Francba! Mondja, hogy kerül ide? Julia elmesélte, hogy mi történt. Sajnálom magát. Ajúj, ezért jött ide. Ezért áll ének évagyán az ágyam mellett, hogy ezt megmondja. Megért ennyit? Mi? Hogy a barátja 6 éven keresztül várt arra, hogy viszont láthassa. Nem tudom, de neki biztosan ért annyit, ha várt rá.
De maga szerint nem érte meg. Nem tudhatom, ezt nem lehet így megítélni. Gondolom, borzasztóan nehéz nap van maga mögött. Említett valamit az a nő, ami segített magának? Nem. Tehát mégis a barátja a gyilkos. Nem ő követte el. Hol volt maga akkor délelőtt, amikor Bejcet megölték? Hol volt? Pedig milyen szendül megígérte Julia Schaefer, hogy a parkolóház videókazettája biztos helyen lesz nála? Hát, semmi se biztos ezen a világon. Tehát, hol járt akkor? Hát nem elképesztő, hogy a vágyakozás valaki után mennyire őrülté tehet minket? Nem hiszem, hogy a férjének tetszene, ha megtudná, hogy mi itt, szóval, hogy maga itt van nálam, és... Tőlem sose fogja megtudni. Tőlem se. Szóval, hogy is volt az ingatlan ügynökkel? Egy hollandiai nagyvállalat ígért Gerald Batesnek egy hatalmas összeget egy belvárosi telekért. De csak akkor, ha az építési engedélyt megújítják rá. Igen, és? És Gerald hivatkozva a mi régi barátságunkra. Azt akarta, hogy félig legális építési engedélyt szerezzek a férjemtől. Akkor elmentem Gerardhoz, de csak azért, hogy megmondjam neki, hogy ilyesmit nem csinálok. Aztán hallottam, hogy Gerardot meggyilkolták, és féltem, hogy a nevemet belekeverik az ügybe. És ezért volt, hogy Julia Schaefertől egy kis segítséget kértem. Azt még mindig nem értem. Miért jött el hozzám ma éjszaka? Hogy figyelmeztessem. Mire figyelmeztessem? A férjem tudja, hogy Gerardnál jártam. Ezért megbízott valakit, hogy figyelje a nyomozást. Egy nagyon kemény fickót. Ő a kis ürge galamtojásai vannak. Hagyjál már végén, ezt nem csinálhatod vele! Mi az, hogy nem? Ha esetleg érdekli, ez az első eset, hogy megcsalom a férjemet. Egyszer mindent el kell kezdeni. Ne játssza nekem a kemény férfit. Maga sem más, mint a többiek. Maga is csak egy kis otthonra vágyik, talán csak akkorára, amit zsebre is vághat. És esetleg megtalálja. Talán egy ilyen szép éjszaka. A fenébe. Mi van veled? De csavarodtál? Mi a fenét akarsz? Uraim, elvárom, hogy legyen annyi becsület mindkettőjükben, hogy ezt az ügyet elfelejtik. Bocsánat, miniszterné asszony, azt hittem, hogy valaki más van itt. Akkor maradjunk is ennél. Természetesen. Na, fiam, eltaláltad szarva közt a tőgyét. Mi ez? Viszonyod van a miniszternével? Ezt nem állítanám, csak rólad beszélgettünk. Rólam? Igen, a karrieredről. Mielőtt még jobban hülyére vennél. Megvolt a nyomellenőrzés. Olga nem volt a helyszínen. Mi? Most aztán fülig ér a szád a kár örömtől, igaz? Hová dugtad Schulzot? Ott ül a fridzsimben is felfalja a kaját. Hagyd abba végre a hülyéskedést, Szymanski! Nincs már az ócska vastelepen. Mi? Mégis után nem küldtél valakit? Pedig nagyon jól tudtad, hogy mi vár rád akkor. Várj, uralkodj magadon, nyugi. Ne! Kis pancser. Várj, Szymanski! Nyisd ki! Szymanski! Szemét!
Mennyi ideje vagy itt? Elég régóta. Mi van azzal a biztonsági őrrel? Elaltattam kicsit. Hát a kollégám azt mondja, hogy Olga. Sajnálom, öregem, de Olga nem járt a tett helyen. De járt. Igazán szép nő volt. Nem csak volt. Most is az. Többet bánkódunk a nők miatt, mint megérdemelnék. Ember, fogd már be a száját. Ne haragudj, pajtás, én sem tudom, mit csináljak. Sokszor eszembe jut, ahogy Olgát megismertem. Villeneuve-ben. Egy busz megállónál. Tiszta vörös volt az arca, mert annyira bőgött, ezért is szólított meg. Tudod, zsebkendőt kért tőlem. És én odaadtam a magamét. Képzeld el, a kis orrocskája abban a nagy zsebkendőben. Ez totál mellbevágott. Baromira. Nagy bajban volt szegény kislány, és akkor én segítettem neki. Nem tudom, mit csinálnék, ha most Olga feküdne itt. Mi? Mást hoztál el, és nem őt. Miket fecsegsz össze? Ez a nő hasonlít rá, de hál' Istennek nem ő az. Te lehet, hogy a rács mögött totál elsötétült a búrán. Igen, az is lehet, de figyelj, az én Olgámnak hiányzott az egyik körme a bal középső ujján. Óriás, óriás, nyugodj meg! Nem csavarodhatsz be most, fiú. Oké, ugye megígéred. Most leülsz ide szépen és megvársz. Majd mindent elintézek neked. Légy nyugodt. Elrendezem. Simanski. Ez a biztonsági őrpisztolya. Itt maradsz és vársz egy kicsit. Helyes? De hát ha ez nem Olga itt, akkor... Akkor kicsoda? Kislány, kislány, kislány a fenébe is. Miért nem mondtál nekem erről semmit? Állj! És mostantól csak lassított felvételben mozog, szépen lassan. Miféle szerzet vagy? A Mikulás. És mindjárt meghúzom a harangocskáidat, ha nem teszed fel rögtön a kezed. Őrizetbe veszel? Azt már megtettem. Akkor sajnos le kell lőned. De hogy kell. Állj meg! Bravo! Hagytad, hogy lelépjem, mi? És a pisztolyt is magával. És a kocsimat. Van valami az orroddal. Eltaknyoltam. Az a lányod benne, az nem Olga. Mi? Ez lehetetlen, ellenőriztük az iratait. Akkor hamisak voltak az iratok, érted, fiam? Mamut talán felismeri, nem? Várj. Ki tudhatod arról, hogy a lány a panzióban van? Csak te, senki más. Na persze, csak én. Kivéve? Én a minisztériumnak vagyok alárendelve. Velük folyamatosan kapcsolatban álltam. Nagyszerű. Rohadékok! Semmit nem utálok jobban, mint ha hátulról ölnek be! Ezt találtam a Bejc irodában az üvegasztalnál. Két pohár, tisztán ki lehet venni. Itt. Mert a peremük alul nedves volt. Tehát Bejc előtte még együtt ivott valakivel. Egész biztos, hogy nem Mamuttal. Gyere, nézzünk körül még egyszer.
Na hát ez érdekes. Hé, Simánszki! Ez meg mi? Azt hiszem fontos. A disznót elzsarolta a nőt valamivel. Figyelj, a miniszternél nem csak azért volt nálad, hogy az izmaidat megcsodálja. Milyen messzire ment el, hogy maga mellé állítson, he? Elég messzire. Ez őrület. Mamutnak igaza volt. Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Mindig azt mondta, hogy Olga itt járt. Nézd. Elárulnád, hogy mi a fenét csinálsz? Simánszki vagyok. Simánszki, ahogy mondom. Simánszki. Beszélni szeretnék a miniszterné asszonnyal. Akkor mondja meg neki, hogy találkozni szeretnék Olgával. Halló. Kérem a meghívókat. A meghívókat! Inkább arra gondolj, hogy milyen nagy a munkanélküliség, és fogd be a szádat. Nem mintha helyeselném, de... Miért válasz ennyi mindent Mamutért? Gondolom, van egy gyenge pont a bal szívkamrában. Igen, hallottam arról, hogy a te korosztályodban ez gyakori betegség. A meghívóját? Vedd el a kezed, vagy megtanulsz repülni. Látod, mi vagyunk az erősebbek. Ez az állásodba kerül. Taxizhatok a nagybátyámmal. Nem mehetnek be! De az olyan pasas, mint Mamut, aki 6 éven át vár egy lányra, az tiszta őrült, nem? Komplett őrült. Törés. Ez az? Igen, ez. Fedezlek. Uh-huh. Találja ki, honnan jövök. Bejtsz irodájából. Találtam ott néhány érdekes újságkivágást egy kiállítás megnyitóról. És azt hiszem, azon ismerte fel magát, vagyis Olgát. Engedélyre volt szüksége a leállított építkezéshez, és ezzel zsarolta magát. Maga pedig lelőtte a fickót. Fogalmam sincs, miről beszél. Lefizetett egy lányt, egy villnöfi lányt azért, hogy felvegye a személyazonosságát. Ugye? De amikor én azt a nőt idehoztam magammal, igen, akkor őt is hidegvérrel meggyilkoltatta. Nem. Ez nem igaz. Segítsen, kérem, a tévedek. Ki tette? Egy pár régi haver a pornó szakmából, vagy a férje? Vagy ki tette? Olga. Összekuszálódott minden. Nem erre szólt a megbízás. Nem szerepelt a tervben, hogy a nővéremet megöljék. Mi? A lány ráadásul a nővére volt? Denise. Együtt nőttem fel vele Amsterdamban. Nem kezdhettem volna soha új életet, ha Olga maradok, aki kamerák előtt számtalan férfival szeretkezett. És fizetett a nővérének, hogy változzon Olgává? Igen. Eszméletlen. Aztán a pénzt valami óvodába fektette, és állandóan többet követelt. Azt mondta, hogy ez a pénz igazán nem sok azért, amit ő tett értem. A szavamat adom rá, hogy hajlandó leszek a bíróság elé állni, amint a férjem győz a választásokon. Nem lenne becsületes, ha belekeverném az ügybe. Kérem, segítsen ebben. Azt a szót, hogy becsületes, ne vegye a szájára. Nem erre való a szája. Sajnálom, Simánszki, de ez a két barom letámadott. Gratulálok, Simánszki. Megint térdig vagy a szarban. Hívott a főügyésznő, de stand de péde. És ez azt jelenti, hogy nagyon sürgősen.
Legalább azt mondja meg, hol van Mamut. Nem ismerek ilyen nevű embert. Mi? Elkapom még. Egyszer már majdnem elkapom. Mi ez itt, Simánszki? Most túl messzire ment. Miniszter úr, magánlagsértés, garázdaság. Legalább ennyi van a rovásán. Ezt már nem ússza meg. Nem szégyelli magát? Miért akar egy ilyen példás házasságot feldúlni? Takarodjék! Simánszki, kétszer jobbra, egyszer balra, aztán egyenes Schaeferhez. Minden rendben, Éva? Sajnálom, drágám. Igazán nem akartalak ebbe belekeverni. Figyeljen ide, Simánszki úr. Maga fel van függesztve, és nem volt megbízatása. Úgy kell tehát bánnom magával, mint akármelyik szimpla betörővel. Téved. Simánszki a foglyon volt, amikor besétáltunk oda. Maga csak ne szóljon közbe, Hunger úr. A Kebel barátnője Éva Marsfeld. Bármilyen hihetetlen, de megölte Bejcet. Ez nagyon merész állítás. Nem akarom hallani többet. Maga is a minisztertől... Gondolja meg, mit beszél. Meggondoltam, és már tudom. Éva Marsfeld és Mamut Olgája ugyanaz. Olga meghalt, az iratait ellenőriztük. Üres fecsegés. Ha Olga 1000 pornófelvétele közül egyet előkerítek, világos lesz az egész. Ne fáradjon vele. Hunger úr már szerzett egy ilyen pornót. Rossz minőségű, rosszul világított. Akár azt is mondhatnák, hogy éhen peregtem a kamera előtt. Higgy el nekem, a bíróságon ez a felvétel éppen annyit érne, mint egy vakszent tanúvallomása. Megmondjam, mi maga. Schaefer. Éva Marsfeld 10 perccel ezelőtt telefonhívást kapott. Azonnal a kocsijába ült és elhajtott. Az irány Duisburg. Az a feltevése, hogy Mamuttal akar találkozni. Szevasz, kicsi. Szevasz, pici. Örülök, hogy eljöttél. Kicsit rozoga lett közben a hajónk. Azért voltál néha itt? Nem annyiszor, mint régen. Na igen. Ez csak egy öreg hajó. Más kölnit használsz, mint az előtt. Ó, Istenem! Kérlek, ölelj át erősen. Itt kell lennie valahol. Azon a kis hajón töltötte Olgával az utolsó éjszakát. Itt volt? Igen. Nem kímélhette volna meg ettől a viszontlátástól? Valahogy úgy is megtalált volna. Én meg tudtam volna akadályozni. Simánszki, van akiben olyan erős a vágyakozás, hogy inkább meghal, de nem lehet megállítani. Új ötletei vannak, mi? Újabb szemétség. A maga mondja. Sehol senki. Hová tüntette? A kocsmába ment. Simánszki, megkaptam tőle a beismerő vallomását. Mit beszél? Menj csak előre, megtalálod a kocsmát. Tűnj már el! Pontosan leírta, hogyan gyilkolta meg Bejcet és a testvéremet. Nem is tudom elhinni. Szóval a nők mindenre képesek. Tessék, a magáé. Egy aprócska otthon, amit zsebre vághat az ember.
Itt van még? Igen, és fegyver van nála. Eltaknyoltál megint? Látod, nem? Szevasz. Már azt hittem, el se jössz. Ne arra, hogy kicsit tovább tartott, mint hittem volna. Nehezen találtam meg a hajót. Találkoztál a kicsikémmel? Igen, ott a hajón várt. Szép teknő lehetett annak idején. Szép. Miért tudnak mindent megtenni velünk a nők? Nagyon furcsa. Ők is csak emberek. Igen, de mások. Ő már nem az az Olga. Valahogy már elmúlt minden. Te a beismerő vallomás, szóval az, amit írásban adtál neki, az nagy marhaság volt. Nehéz lesz ezek után mindent megint... Nehéz lesz majd mindent tisztázni. Nem kell semmit tisztázni. Így maradhat, ahogy van. Ó, pajtás, a szerelem, a búbánat. Csak pillanatnyi elmezavar, de azért ne hűlj meg egészen. Egy csomó zsaruvárként, hogy elkapja, ne? Jó, igen. Ameddig én itt vagyok, nem esett bajod. A gyanúsított feltételezett tartózkodási helyét bekerítettük. Gyere, mi bajod? A francba. Neked orvos kell. Nem kell már orvos. Gyere már. Hadd érezzem, hogy fáj. Ő tette ezt? Felét. Csak ügyetlen volt egy kicsit. De azzal a pisztollyal. Ezért elkapom, esküszöm neked. Ne kifáljon most. Ne kapd el. A kicsikém volt. A fenébe, cimbora. Hát megér neked ennyit ez a nő? Mit? Mit csináljon a magunk fajta? Csak a sörös üvegbe kapaszkodja? A sör legalább nem bág át. Simánszki. Valahogy túl gyorsan forog most a világ. Nézd csak. Ezt adta búcsú ajándéknak. Te ez itt Bejc? Hát persze, ő az Bejc. Szép kép volt ott a pult fölött. Ezen a fényképen ismert rá Bejc, érted? 6 évig nem volt képem róla, és most már mit se érek vele. De ezzel a fényképpel a bíróság elé juttatom, óriás. A kezünkben van. Nem érted? Ezzel ránk bízta magát. Menj, kopj le. Igen, de... Mamut. Kopd már le. Amíg még bírok mosolyogni. Menj, menj. Oké. Mi van? Nem fog ellenállni? Bemertek és kihozhatjátok. És? Megsebesítette? Igen. Ahogy legelőször találkoztak. Egy kicsit korán nevetsz, Olga. Sokáig voltál távol. Csak beraktam pár rekes sört.
És? A nő is szereti még? Mi? Szereti-e még a nő? Hát mit is mondjak erre? Nem tudom, talán igen. A maga módján. Gyere kicsit közelebb, hideg a lábam, mint a jég. Holnap reggel tengerre szállunk. Sok idő van még reggelig. Vigyázz! Vigyázz a hátamra! Magyar hangok. Tordi Géza, Bozsó Péter, Kubik Anna, Újlaki Dénes, Andrész Kati, Antal Olga, Kovács Nóra, Starenki Pál, Barabás Kis Zoltán, Gruber Hugó. Magyar szöveg Asztalos József, szerkesztő Gyulai Zsuzsa, hangmérnök Szakáli Mátyás, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Kun Márta, szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Magyar Televízió Részvénytársaság megbízásából a Liget Stúdióban készült.